Szevasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Buda Marci vagyok, és ez pedig a Pepsi Vlog erőpróba első értékelő videója. Az első erőpróba pedig egy szabaduló szoba volt egy kamionban. Nagyon jónak tűnt, hiszen az elején már egyből kaptak egy poncsót, ugye 30 percük volt erre az erőpróbára. Miután megkapták a poncsót, fogták magukat, bementek a kamion belsejébe, és az első feladatnál egyből Pepsiket kellett egy tálba helyezni, és ha megfelelő mennyiséget belehelyezték a tálba, kinyílt egy kis dobozka, abban a dobozkában pedig volt egy cetli. Ezen a cetlin egy négyegyű szám volt olvasható, jégtömbbe fagyasztott pálcikákat helyeztünk el, aminek a végén ott voltak ezek a négyegyű számok. Utána ezt ki kellett volna szabadítani, kalapács meg esetleg mondjuk egy kis szög segítségével, és azt követően pedig a pálcika végén vagy egy pingvint, vagy pedig egy macit rejtettünk el. Hozzákaptak egy UV lámpát, amiről hát nem igazán sokan tudták hirtelen eldönteni, hogy UV funkciója is van, és a macik vagy a pingvinek hasára, hátára fel volt írva, hogy a poncsó zsebében van az a bizonyos kulcs. Röviden összefoglaljuk, hogy hogyan is szerencsétlenkedtek a srácok, vagy éppen mennyire voltak ügyesek, ezt most meg tudjátok nézni. Pingvin, menj innen! Mi ez a kód? Hát nem biztos, hogy ez kellett volna. Fogalmam sincs, hogy mit kell itt csinálni. Ja, és megy az idő. Már egy percet elbeszéltem. Áááá, elfáradtam srácok szó szerint. Tudom, hogy poncsó zseb. Ez nagyon creepy. Itt a maci. Úristen, úristen, hogy erre eddig nem jöttem rá. Ez UV? Ez nem UV. Vlogon így nehéz közben. Nagyon cool. 1-3-2-7, 1-3-2, hova? Hova? Nem tudom, hogy most rossz dolgot csinálok-e, vagy nem. Tönkretettem a lámpát. Nagyon menő. Kész. Mindjárt elájulok, úgy izgulok. Nem történik semmi. Nem tudom, mi ez az a baj, ez most csak egy sima lámpa. És nézzük a pontozási rendszert. Ha vállalja, akkor 30 pont, ha teljesíti 30 pont, és meg nem oldott részfeladatonként pedig mínusz 3 pont kerül levonásra. Így épül ez fel. Negyediktől haladunk szépen sorba az elsőig. Negyedik helyen jelen pillanatban Good Like áll. Neki állt, az első részfeladatot teljesítette, majd következett az a bizonyos fránya jégtömb, amit kalapáccsal szétvert, nem tudta kiszedni, majd utána fogta és a lámpát összetörte, úgyhogy jelen pillanatban ő úgy áll, hogy két meg nem oldott részfeladat áll a neve mellett, mínusz 6 pont, összesen tehát 24 pont. Silva a következő helyen, aki jelen pillanatban a harmadik, gyönyörűen megcsinálta a sminkét, nagyon szép volt a haj, neki állt, és akkor jött az a bizonyos jégtömb. Nála ez úgy nézett ki, hogy beletörte, vagy kitörte a pálcikát, kinek hogy tetszik, és onnantól kezdve teljesen elveszett a ködbe. A következő részfeladatnak legalább már nekiállt, így azt mondjuk, hogy mínusz 5 pontot vonunk le tőle, és így 25 ponttal áll jelen pillanatban Silva, tehát a harmadik helyen. Aztán második hely, Anfield, székesfehérvári fiatalember jött, látott, győzött, legalábbis azt szerette volna, egészen odáig, amíg oda nem érte ahhoz a bizonyos lámpás részhez, és fogalma nem volt róla, hogy ennek a lámpának van egy bizonyos UV funkciója is. Nem jött rá, ez így problémás lett, nem tudta megoldani, teljesíteni a feladatot, így most jelen pillanatban egy meg nem oldott részfeladat, mínusz 3 pont, és összesen 27 pont, hiszen kifogott rajta a lámpa. Aztán I have no idea, Hungary. Ő jött, látott, győzött, és egész egyszerűen az összes részfeladatot megoldotta, azon belül pedig azért kocsikázott, kicsit kamionozott, körbenézett a városban, és megoldott mindent, végén kinyitotta a Pepsit, próbált belőle kortyolni is, úgyhogy ő most jelen pillanatban tökéletesen áll, 60 pont áll a neve mellett, mindenem megvan. Ismét elérkezett az idő, hogy eláruljak némi infót a következő erőpróbáról. Vloggereink hamarosan próbára tehetik majd tájékozódási képességüket, segítségként, hát vagy akadályként, ugye borítékokat kapnak majd a kezükbe. Három rejtélyes boríték lesz ez. De a borítékok tartalmáról, vagy hogy mit kell kezdeni az elsőre randomnak tűnő tárgyakkal, természetesen semmi infót nem árulhatok el, de tudjátok és ne felejtsétek el, a Pepsi vloggerőpróbán bármi megtörténhet. Szevasztok, találkozunk legközelebb!